Hatalmas víz alatti csövekkel szeretné helyettesíteni a kompok terhelését a norvég kormány. Ezekbe a víz alatti csövekbe terelnék az autós forgalmat, hogy ez hogyan valósítható meg? Erről Horváth Tibort, a Magyar Alagútépítő Egyesület elnökét kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hogyan kell elképzelni egy ilyen víz alatti alagutat, egy lebegő alagutat? Igen. Ezt úgy képzeljék el, hogy egy Lego játékból építenék össze, ez egy jelképes dolog. Nagyon jó dolog. Példa, szemléletes. Vasbeton szerkezeteket, alagút szakaszokat előre elkészítenek, ezt vízen beúsztatják. Ezek a vasbeton szerkezetek vízzáróak ebben a pillanatban. Majd a megfelelő helyzetet elérve lesüllyesztik, ugye vízzel megtöltik az alagút szakaszt, helyére rakják, és akkor a vízzáró falakat átszakítva kiszivattyúzzák a vizet, szigetelést elkészítenek előtte, és még geodézileg pontosítanak a helyén. Tehát amikor víz alá kerül, akkor vízzel meg is telik. Igen, ez a süllyesztés technológiája, igen. És ez a szerkezet, ez mekkora? Itt láttuk a képeken, nagyon jól néz ki egyébként. Szóval amikor a gyárban valahol ezt előre elkészítik, akkor mekkora darabokból teszik ezt össze? Hát 25-30 méteres elemekből, ugye ez egy technológiai kérdés. Minél kisebb elemekből készítik, annál könnyebb a helyreigazítás, a megfelelő helyzetnek a felvétele, és vasbeton szerkezetek. Hogyan lehet egy ilyen alagútban megoldani a szellőzést? Igen, hát a szellőzésre nagyon komoly normatívák vannak már Európában, a Nemzetközi Egyesületnek komoly előírásai vannak, ugyanúgy, mintha önök Ausztriába vagy bárhol utaznak, az alagútba mennek. Ugye itt a gond az, hogy valahol a vízből el kell vezetni, és hogyha a képekre gondolunk, akkor lehet látni, hogy ponton szigetek vannak kialakítva, amelyeknek több funkciója van. Az egyik az, hogy például ezeken a ponton, hidakon kivezetik az elhasznált levegőt, amit a gépkocsik és egyéb járművek kibocsátanak. Ez menekülésre is jó egyébként? Ezek a fix pontok? Igen. Nem csak a levegő kivezetésre, mert hogy ugye bármi történhet. Igen. Ausztriában, ha már említett, ott vannak gyönyörű vészkijáratok, csigalépcsőn az ember fölmegy és biztonságba kerül. Igen, igen. Ezek a ponton hidak, nevezzük őket így, ezek alkalmasak arra, hogy valamilyen módon az emberek följussanak. Ad abszurdum, azt is feltételezem, hogy liftekkel. Ugye ebben, ilyen helyzetben a kijutásnak, az eljutási idő rövidsége nagyon fontos, főleg egy ilyen létesítményben. Hát meg hogy viszonylag, nem tudom, hogy milyen gyakorisággal kell ezeket a ponton hidakat elhelyezni, hogyha menekülni kell, akkor minél hamarabb lehessen vészkijáratot találni. Igen, szintén a nemzetközi előírásokra hivatkoznék, vannak olyan megkötöttségek, hogy milyen sűrűséggel kell elhelyezni azokat a menekülési lehetőségeket, amelyekkel ugye az utasok, az alagútban lévő emberek el tudnak rövid időn belül távozni. Mi tartja egyébként, ugye itt most mi úgy képzeljük el, hogy ezek lebegnek a víz alatt, de hát valami kell, hogy tartsa. Ezek a ponton elemek nyilván nem tudják fixen tartani, valahova még rögzítik ezeket az alagutakat? Igen, feltehetőleg, ahogy én informálódtam, a fjordoknak az aljzatában lévő kőzetekhez horgonyokkal és egyéb mélyépítési módszerekkel lehet ezeket rögzíteni. A felszíni pontonok azok segéd támogatást adnak ahhoz, hogy az alagutak a helyükön maradjanak. Nyilván ez a vasbeton, ez egy flexibilis, viszonylag flexibilis csőként fog viselkedni. Feltételezem, hogy a norvégok egyébként valószínűleg professzionálisak ezekben a technikákban. Én azt gondolom abszolút, és oly mértékig, hogy a következő évben Norvégiába fogják megrendezni az alagútépítési világkongresszust. Az egy nagyon nagy elismerés a szakmának. Azért bármennyire precízek, vannak olyan dolgok, amik ellen ők sem tudnak feltétlenül harcolni. Mondjuk, hogy a sós víz kikezdi. Szóval elkezdi az egészet szétmarni. Igen. Nyilván önmagában a vasbeton szerkezet az nem ellenálló a tengervíz agresszivitása ellen, de ma már a korszerű technológiákkal mindent meg lehet oldani. Nagyon komoly külső szigetelése lesz ennek feltehetőleg. Azt is el tudom képzelni, hogy akár egy dupla csövű alagutat is képzelnek el a mérnökök. Az mit jelent a dupla csövű alagút? Igen, az mi? Például.
De az mit jelent? Elnézést. Ez azt jelenti, hogy a belső térben, amit az utasok látnak, az autóvezetők látnak, kívül még van egy védőhely. És közte van valószínűleg olyan technológia hely, ahol például a vízszivárgásokat és a korrózióvédelmet meg lehet oldani. Tehát, hogyha kívül elkezd mondjuk rozsdásodni, vagy megbomlani valami, még belül mindig biztonságos a dolog, hiszen egy másik belső gyűrű még védi ettől függetlenül. Igen, igen, az főleg a karbantartásnak a feltétele, hogy hozzáférjenek a héjazathoz. Szerintem abban is precízek. Igen, ön szerint mekkora költségvetésű egy ilyen beruházás? Hát, ha én jól emlékszem a publikációra, 25 milliárd dollár az előzetes költségvetés ennek a projektnek. Biztos, hogy mekkora alagútról beszélünk most? 25 milliárd dollár tekintve. 25 milliárd, ez egy fjordról menne, haladna át, amely... Ez a fjord jelenleg ez egy 7-8 kilométernyi hosszú lenne. Ha ezt autóval kellene megtenni, akkor egy 10 órás autóutat tudnak ezzel kiváltani. Mert hogy kompal kellene? Mert hogy kompal, és ráadásul több kompal kell átkelni. És rendkívül nehézkes a közlekedés ezen a szakaszon. Tehát akkor valószínűleg ez a beruházás meg is fog valósulni, hiszen ez akkor minden szempontból kielégítő mind az emberek, mind a szállítmányozás szempontjából. Én azt gondolom, hogy igen, mert ma a ENSZ-nek a felmérései alapján és az ENSZ tanulmányok alapján a város életet is egyre jobban a föld alá helyezik, a különböző közlekedési formákat, és én azt gondolom, hogy Norvégiában ezt meg fogják építeni. Most esküszöm, hogy nincs előttem, hogy Norvégia földrengés tekintetében mennyire biztonságos ország, vagy mennyire nem. Tehát ilyen föld alatti mozgások nem tudják ezt megzavarni? Igen. A Norvégia úgynevezett skandináv ős masszívumon helyezkedik el, gránitkőzetek vannak, nem jellemző a földrengés veszélyeztetettség. Én úgy gondolom, hogy a legkevésbé veszélyeztetett országok közé tartozik. Még szerencséjük is van, nem csak precízek. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Nagyon szépen. Köszönöm én is.